Városnapja. Bejelentették a programokat. Jön a Honey Beast, a Hooligans és a Margaret Island. Tűz a szemétlerakón. A probléma nem új. 6 település tűzoltói fékezték meg a lángokat. Újra dobogón. Nyert és fellépett a 3. helyre az FC Nagykanizsa. Jó estét kívánok, Vuk, Anita vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója április 15-én hétfőn. Jönnek a részletek. Mintegy 1000 négyzetméteren égett a szemét a Bagolai hulladék lerakóban szombaton. 6 település tűzoltói érkeztek a helyszínre, az oltás mintegy 7 órán keresztül zajlott. Egyúttal a katasztrófavédelmi mobil labor is kiérkezett. A környező településeken végzett méréseik szerint azonban nem kerültek káros anyagok a légkörbe. A bagolai szemétlerakóban vármegyei viszonylatban is gyakorinak számítanak a tűzesetek. Évente legalább egy, de inkább 2 alkalommal riasztják a szakembereket ilyen indokkal. Szombaton hajnali 4 és 5 óra között csaptak fel a lángok, amiknek megfékezésén a kanizsai, a zalakarosi, a letenyei és a pacsai hivatásos tűzoltók dolgoztak, valamint Zalaegerszegről és Keszhelyről is segítették a munkát. Stábunk 8 óra 40 körül érkezett a helyszínre, akkor még javában folyt a parázsló részek átforgatása és oltása. Vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság művelet irányító ügyeletére szombaton hajnalban érkezett jelzés, miszerint a Nagykanizsa külterületén található bagolai hulladéklerakóban 1000 négyzetméteren meggyulladt a szemét. A helyszínre 6 városból érkeztek tűzoltók, eközben ugye Keszthelyről, illetve Zalaegerszegről visszaállítók is, és nagyjából a hajnali órák óta zajlik a tűzoltása. 6 vízsugárral dolgoznak a tűzoltók jelenleg is, a munkájukat 2 darab munkagép segíti, hogy minél gyorsabban sikerüljön felszámolni a káresetet. Jelenleg a fiúk azon dolgoznak, hogy gyakorlatilag befejezzék azt a munkát, amit itt ugye a hajnali 4 óra 45-ös jelzés óta elkezdtek. Azt lehet még elmondani, hogy nagyjából még egy 2-3 óra biztosan, amíg itt ezt a tüzet sikerül megfékezni. Egyébként lángalégés már nincs a területen, ezt sikerült megfékezni. Bejelentették a Városnapja hivatalos programját. A kétnapos rendezvényen olyan sztárfellépőket láthat a nagykanizsai közönség, mint a Honey Beast, a Hooligans vagy a Margaret Island. Az eseményt idén is közösen szervezi a Kanizsai Kulturális Központ és a Kanizsa Turizmusáért Egyesület. A Helyi Kulturális Központ és az Egyesület 2022-ben szervezte meg először közösen a kétnapos városi ünnepet, valamint tavaly együtt bonyolították le a Bor és Dödölle Fesztivált. Az idei városnapját a felkérés pillanatától elkezdték szervezni, ám az ötleteik már az egy évvel ezelőtti esemény lezárultát követően körvonalazódtak. Kovácsné Mikola Mária, a KKK igazgatója a sajtótájékoztatón kijelentette, egy rendkívül összeszokott csapat dolgozik együtt azon, hogy a kanizsaiak minél jobban szórakozzanak április 26-án és 27-én. Most egy olyan jó csillagállás történt, ami azt prognosztizálhatja, hogy egy remek jó rendezvénynek lehetünk a tanúi. Mi szervezők nagyon készülünk, és minden érdeklődőt nagyon nagy szeretettel várunk. A Blaha Louisiana, a Margaret Island, az Ed Phillips and the Memphis Patrol, valamint a Hooligans koncertjére. Másnap pedig azt gondolom, hogy egy remek jó együttlét lesz itt a városomban. A Kanizsa Turizmusáért Egyesület feladata lesz az olyan technikai kérdések, mint a biztonság és a takarítás ellátása. Konzsolt kiemelte, idén rekordmagas önkormányzati támogatásból dolgozhattak, de még így is kellettek plusz források ahhoz, hogy végrehajtsák az elképzeléseiket. Több mint 70 szponzora lesz a városnapjának, de a gasztronómiai és kézműves árusítóhelyekre is jelentős volt az érdeklődés. A vásárosoknál is mindig túljelentkezés van, a vendéglátósok szintén többen szeretnének jönni, mint amennyien elférnek a téren, tehát ebből válogatnunk kell. Próbálunk azért minél szélesebb választékot létrehozni, és ez valószínűleg azért szerintem sikerülni is fog az idén is. A megszokottal eltérően a rendezvény nem csak az Erzsébet térre koncentrálódik. A Magyar Plakátház udvarán pénteken folkocsma program, szombaton pedig a gyerekeknek szóló színfolk rendezvények várják az érdeklődőket. A második napon 17 órától szintén ezen a helyszínen rendezik a Népdalkörök pódiumát, ahol a helyi,
és környékbeli művészeti csoportok produkcióit tekintheti meg a közönség. Szerencsére rengeteg ilyen helyi művészeti csoportunk van, akik meg akarják magukat mutatni, hogy mit tudnak, mire képesek, hogy nagyon ügyesek, és hogy szükség van úgymond rájuk, mert ez teljes mértékben így van, és így mindenkit fel tudunk léptetni, mindenkit tudunk szerepeltetni, aki jelentkezett. Mert hogyha mi ezt betettük volna őket is, a népdalköröket, a nagy színpadra, akkor sajnos nem lett volna lehetőség, csak egy-kettő csoportnak. A szervezők kiemelték, a kulturális és gasztronómiai események mellett számos kísérő programmal is készülnek. A legfiatalabbakat külön gyermekliget várja a játékokkal, a sportszerető kanizsaiak pedig erős emberversenyt is láthatnak. 10 éves jubileumát ünnepelte a Szikrák Tánc Együttes a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A szombat esti mintegy 2 órás gála műsor során táncos és zenés produkciókkal szórakoztatták a közönséget a Zala Gyöngye Tánc Együttes és az utánpótlás biztosító Gyöngyszemek közreműködésével. Ez egy visszaemlékezés az elmúlt 10 évre, vagyis arra, hogy hogyan lettek az ügyetlen kisgyermekekből felnőtt profi táncosok. Kezdte Tóth István, a Zala Gyöngye Művészeti Műhely művészeti vezetője. A Szikrák először egy szakkörként indult, majd számos edzőtábor és rengeteg próba útján jutottak el idáig. Az első évek során ugyan sokat változott a csoport felállása, mára már egy összeszokott csapatról van szó. Elkezdődtek a próbák, és akkor szép, lassan-lassan teltek a hónapok, évek, elkészültek az első koreográfiák, közben szaporodtunk is kicsit, jöttek, mentek a tagok, tehát az elej az mindig ilyen kicsit jövős menős, és akkor végére kialakult egy ilyen stabil mag, akihez úgy mindig folyamatosan még jöttek, és hát így alakult meg a Szikrák Tánc Együttes. Egy év múlva már felléptek több helyszínen, a Zala Gyöngyének a műsorain is, illetve egyéb helyeken is már hívták őket, és fokozatosan edzőtáborok, rengeteg munka, felkészülés, próbák, rengeteg meló van benn. A gála műsort igyekeztek úgy összeállítani a szervezők, hogy a fiatalok legkedvesebb táncaikat, dalékat adhassák elő a teltházas közönségnek. Az est részeként egy igazi különlegesség, egy Mézes Judit által írt mese is életre kelt a színpadon a táncosok segítségével. Az interneten bukkantam rá véletlenül erre a mesére, és nagyon megtetszett, egyből jöttek a gondolatok, hogy ebből milyen szép kis táncot lehetne készíteni. Aztán Sebestyén Áron írt hozzá zenét, ő egy neves zeneszerző, és hát az ő muzsikájára álmodtuk meg ezt a táncot. Elfogadták a meghívásunkat, itt vannak a műsoron, Áron is a zeneszerző, illetve Mézes Judit is a mese írója, dedikált is nekünk egy ilyen kis könyvet, itt az ő kis mesekönyve. A műsor utolsó számában számos egykori táncos is részt vett. Tóth István hozzátette, a Szikrákra most egy mondhatni nehéz időszak vár, hiszen sokan mennek tovább tanulni az ország különböző városaiba. Biztató azonban, hogy a Gyöngyszemek tánccsoportnak köszönhetően az utánpótlás biztosítva van. Táncházzal egybekötött szabadtéri koncertet adott a Zala zenekar péntek délután Bajcsán. Az együttes főként zalai és muravidéki népdalokkal szórakoztatta a közönséget, akiket be is vontak az előadásba. Mintegy 10 éves múltra tekint vissza a zenekar, ami a helyi, zalai értékek őrzésének céljából indult el annak idején. Horváth Károly zenekar vezető édesapja nyomdokaiba lépve hirdeti a népi muzsika hagyományát, nem volt ez másképp a Bajcsai Művelődési Ház udvarán sem. Édesapám idősebb Horváth Károly kint rengeteget gyűjtött Moravidéken, úgyhogy az ő zenei anyagából is sokat játszunk természetesen. Labosa Júcsi, aki a zenekarnak amúgy primása,
más népzenei tájegységeket is játszik, különösen Szent Iványt játsszuk még, Vajda Szent Iványt, hiszen onnan Elek bácsi kezéről tanult muzsikálni, de Kalotaszeg, kismagyarországi zenét, tehát nagyjából másra is fel vagyunk készülve, de a legfontosabb hivatásunk a Zala vármegyének a népzenéje. A késő délutáni rendezvény szervezését Marci Jenőné, a Rezedlák dal körvezetője vállalta magára. A csoport saját küldetésének tartja a népi hagyományok őrzését, ezért igyekeznek minél több hasonló programot szervezni a településen. Járom-járom az Orbánok házaját, oly szép, oly kegyes, kezembe is kerülhet aranyűrű nélkül. Mindenképpen olyat szerettem volna, aki a népdalokkal dolgozik, és én a Júlcsinak a csapatát választottam, mivel sokat hallottam róla, meg láttam is őket, és nagyon tetszettek, amit csinálnak, és próbálunk egy táncházat is. Hát bízok benne, hogy azért eljönnek az emberek, és akkor azért egy kicsit szórakozunk is. A programra főként idősebb érdeklődők érkeztek, de a legfiatalabb korosztály is képviseltette magát. A zenekar vezető hozzátette, az országos népzenei versenyek felhozatalán is jól látszik, hogy igenis van igény a műfajra, és nem csak az idősebb generációk számára. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Szerelmesek hónapjai. Véget ért a kalandtúra. Újra dobogón. Nyert és fellépett a harmadik helyre az FC Nagykanizsa. Kisorsolták a szerelmes kalandtúra fődíját, és egyben lezárták a két hónapon át tartó kapcsolat erősítő programsorozatot. A Halis István Városi Könyvtárban pénteken tartott eseményről senki nem távozott ajándék nélkül, a kaland pedig hagyományosan egy előadással, közös beszélgetéssel ért véget. A Kanizsán már hagyományos esemény célja, hogy változatos, szórakoztató és romantikus kalandokkal segítse a párokat, házastársakat, közös életük szorosabbá tételében. A szerelmes kalandtúrának idén több mint 100 pár indult neki, közülük 53 pár gyűjtötte össze a 8 pecsétet, amellyel jogot szereztek az ajándéksorsoláson való részvételre. Igyekszünk a visszajelzések alapján évről évre fejleszteni a programot. Igény mutatkozott ezért a két hónapra, ez több pár is jelezte, hogy az egy hónap az nagyon szűkös idő. És mi semmiképp se szeretnénk, hogy adott esetben tehernek érezzék ezt a fajta elköteleződést, úgyhogy a két hónappal éltünk, ezt meg is szeretnénk a jövőben is tartani, hiszen nagyon sikeressé tette, és a párok száma egyre nőtt és szívesebben jöttek. A programjaink 14 kínálat, én azt gondolom, hogy ez, és azon belül van, amelyik ráadásul két opcióval is él, tehát adunk ebben is egy mozgásteret, és ebből 8-at, ha teljesítenek, akkor már is jöhetnek a sorsolásra. Tehát, hogy számos a program, és abból többet lehet választani, és ne felejtsük el, hogy az emberi kapcsolatok, a párkapcsolatok ápolása, ami a nem titkolt fő célunk, az úgy néz ki, hogy egyre több embernek a preferenciája lesz. Idén egy megújult csapat vágott bele a szervező munkába, így a kalandtúra egykori elindítói már résztvevőként összegezhették tapasztalataikat. Hát nagyon nagy öröm számunkra, hogy mi igazából átadtuk a szervezést, a főszervezést egy új csapatnak, akik nagyon lelkesek és olyan sok energiát beletettek, és ezt olyan jó látni, tényleg már csak a háttérbe próbáltunk segíteni, és abszolút résztvevőként vettünk részt, és sokkal jobban sikerült teljesíteni az állomásukat, mint szervezőként. És jól éreztük magunkat nagyon, sok izgalmas dolog volt, újdonságok, hogy vajon mi lesz ott, mit találunk a geoládában, mi lesz az étteremben, ugye új helyszín volt az is, táncházban voltunk. Sok új arccal találkoztunk, és a szervező csoport pedig megfiatalodott, és az nagyon jó. A sorsolásról mindenki ajándékkal távozott, a fődíjat, a kétszemélyes karosi wellness hétvégét pedig a Fejfer Popellár házas pár nyerte. Az 5. szerelmes kalandtúra záró eseményén továbbá előadást is hallhattak az érdeklődők. Mester Balázs és Mester Judit a Mindenütt jó, de jó otthon címmel tartott gondolatébresztő párbeszédet. Újra fellépett a dobogóra az FC Nagykanizsa. Gombos Zsolt együttese vasárnap a Gárdonyt fogadta, és Kondor Kristóf, valamint Kovalovszki Máté góljával 2-0-ra nyert. Miután a Dunaföld vár csak döntetlent játszott, a kanizsai piros-kékek várják a harmadik helyről a földváriak elleni bajnokit.
A Gárdonnyal szemben volt miért visszavágnia a Kanizsának, hiszen legutóbb a Gárdon 5-3-ra kikaptak Lőrinc Bencék. Ugyanakkor a Fejér vármegyeiek rendkívül nehéz helyzetből várták a bajnokit. Volt 3 eltiltottjuk, 1 sérültjük, valamint télen 4 alapember távozott Bozzai Attila együtteséből. Ennek megfelelően indult a meccs, és már a 6. percben a hazaiaknál volt az előny. A kapuban, hiszen akár ma be is vetheti Gombos Zsolt. Egyébként a Komáromtól igazolta még a nyáron szép csel közben. Szabó Patrik a Kanizsa hajnalt, Szabó, jön a beadás, ott van az első gól! Kondor Kristóf! A mérkőzés további képe azonban nem teljesen úgy alakult, mint amiben a hazai szurkolók bíztak. Helyzetek adódtak szép számmal a Kanizsa előtt, de egészen a hajráig nem sikerült bevenni ismét a vendégek kapuját. Ráadásul leginkább Balog Ádám révén az első játékrészben többször a gárdonyiak is veszélyeztetni tudtak. Lőrinc több pontos kiugratást is kapott, de Orci rendre jól lépett ki a kapujából. Sági passza után Major sem állt távol a góltól, de végül lemaradt a középre adott labdáról. A kihagyott helyzetek miatt a gárdony meccsben maradt, egy alkalommal Zsámien nagy mentése is kellett, hogy megmaradjon a hazai előny. Mindezek után nem volt meglepő, hogy a szünetben 3-at is cserélt Gombos mester, beállt Szökrönyös, Varga és Winkler. A játék képe annyiban változott, hogy a vendégek erejéből kidolgozott akciókra már nem igazán futotta, de a Kanizsa továbbra sem tudott gólt szerezni. Lőrinc aktív maradt, de nagy helyzetben a passz helyett lőtt, így védeni tudott Orci. A mérkőzés krónikájához tartozik az is, hogy majd napra pontosan 8 hónapos kiagyás után Hajnal Gergely visszatért a pályára. A támadó ezúttal nagyjából 20 percet kapott. A cserék közül Winkler előtt is adódott egy nagy helyzet egy kontra után. Kondor jól hozta fel a labdát, Winkler csele is jól sült el, azonban a lövését védte a gárdonyi kapus. Aztán a hosszabbításban Kovalovszky végül csak megszerezte a 2. dél-zalai gólt. A csapatkapitány szabadrúgásból talált be. A többségében védőt játszó Kovalovszky Máténak ez már a 9. gólja volt a szezonban, amivel 2. a kanizsaiak góllövő listáján. A mérkőzés után Gombos Zsolt nem volt elégedett. Mint mondta, komoly koncentrációs problémák voltak jó néhány játékosánál, hiszen számos helyzetet kialakítottak, az akciók végén mégis sok volt a rossz döntés. Az, hogy 1-3-ba megyünk, és a szélről nem passzoljuk be, hanem nulláról megpróbáljuk rárugni, úgyhogy 1-0 az állás, tehát ezek mind olyan hibák, hogy de ezek csak ez a végjáték, amit egész héten gyakorolunk. Ugye beszéltünk arról, hogy a védekezést úgymond minek toljunk bele annyi energiát, amikor minden meccsen kapunk gólt. És azt hagyjuk, nem kapunk gólt, orba szájba a támadás építés, befejezések, hogy bontjuk meg az ellenfél védelmét, ugye megvan a videóanyag, felkészülünk rá, tényleg és minden parádéson működik, párharcokba belemegyünk, minden edzésen megkezdődik a mérkőzés. Aztán van egy ilyen. Bozzai Attila viszont megdicsérte az övéit, hiszen több fiatal játékossal álltak ki a Kanizsa ellen, és egy vállalható meccsen maradtak alul. Sok veszíteni valónknak nincs Kanizsán, hiszen egy egyértelmű minőségben egy előttünk lévő csapattal játszunk, aki nem véletlenül a bajnoki cím egyik várományosai voltak még a szezon előtt. Én azt gondoltam, hogy ők az Iváncsi és a Szent Lőrinc fog a bajnoki címért venni. Egy kicsit úgy kiszálltak, de a dobogóra azt gondolom, hogy reális eséllyel tudnak pályázni. És kíváncsi voltam, hogy a fiatalok mennyire tudják felvenni a kesztyűt, és meg is dicsértem a csapatot mérkőzés után. Tehát egy szoros meccsen kaptunk ki, úgyhogy még 1-0-nál volt egy-két lehetőségünk, tehát benne volt az is, hogy tudunk egy bravúr csinálni. A forduló eredményei jól alakultak a Kanizsának. A Dunaföldvár 1-1-re végzett a Fehérvár 2-vel, így Kovalovszky Máték újra felléptek a dobogó 3. fokára. Vasárnap pedig mondhatni bronzcsatát vív Gombos Zsolt együttese, hiszen 17 órakor a Dunaföldvári sporttelepen lép pályára. A Vártnál nehezebben 29-27-re győzte le az érdi FK Ese együttesét a nagykanizsai férfi kézilabda csapat. Sokáig úgy tűnt, megszakad Csalló Ádám tanítványainak hazai veretlenségi sorozata, ám a délzalaiak az utolsó percekben a maguk javára tudták fordítani az összecsapást. Hiába várhatta jóval esélyesebbként a rájátszás 3. fordulóját a nagykanizsai gárda. A 6. percben a Tungsram csarnok közönsége azt láthatta, hogy az ért 3-0-ra ellépett. Csalló Ádám nem kért időt, és a hazaiak hamarosan kiegyenlítettek, majd 7 hetet követően először a vezetést is átvették, sőt, Füstös Attila révén meg is duplázták az előnyt. A vendégek nem törtek meg, és hamarosan már ők álltak 2-vel jobban.
A félidő hajrája azonban Füstös Attila és apró botonygólja miatt a nagykanizsáé volt. A két csapat 14-14-ről fordult, az érdiek azonban a kapuban remeklő Kovács Benedek Konstantinnak is köszönhetően megint elléptek, és a 40. percben 20-16-ra vezettek. Ekkor úgy tűnt, véget érhet a nagykanizsai csapat 2021. augusztus óta tartó hazai veretlensége. Veres Máté és Takács Bálint piros lapja, valamint a kapuba visszacserélt Kovács András feljavuló teljesítménye azonban újabb fordulatot hozott. A délzaléjak kiegyenlítettek, majd 25-25 után a remekül játszó Bognár Patrik, apró és a csapatkapitány Kovacsics Ferenc eldöntötte a két pont sorsát. Az utolsó perc 1-1 gólt hozott, így alakult ki a 29-27-es végeredmény. Úgy gondolom, hogy ha megcsináltuk volna azokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk, akkor egy nagyobb előnnyel is mehettünk volna már a félidőre, de persze ez nem sikerült saját hibánkból. Második félidőben már nem gondoltuk túl a támadójátékot, egyszerű dolgokból előnyöket tudtunk szerezni, visszajönni a mérkőzésbe, tudtunk fordítani is. Talán a védekezésünk is agresszívabb volt, úgyhogy örülök neki, hogy sikerült ezt is megnyernünk. A kanizsaiak legjobb góllövője a 6 találatig jutó Csordás Marcell volt, de az 5 lövésből nem hibázó Füstös Attila és az első fél időben villogó Vadász Márton játéka is kiemelhető. A vendégek legeredményesebb játékosa a szintén 6 gólos Cseh Máté volt. Várajai Ádám, az érdélyek vezetőedzője úgy fogalmazott, csapata már a felsőházba kerüléssel is túl teljesítette a szezon elejé célját, amely a bennmaradás volt, így büszke arra, hogy harcra kényszerítették a kanizsaiakat. Nagyon-nagyon jó mérkőzés volt, sok agresszív falta mindkét oldalt, én úgy gondolom, hogy nagyon jó védekezés volt mindkét oldalt, és hát sajnos elfáradtunk itt a végére, viszont nagyon-nagyon küzdött a csapat, és nagyon nagy gratuláció jár érte. Győzelmével a nagykanizsa megelőzte az Éllavasz Szászhalombatta ellen vereséget szenvedő Hőgyészt a tabellán. Szombaton a kanizsaiak szempontjából sorsdöntőnek ígérkező mérkőzést rendeznek, Kovacsicsék ugyanis a lista vezetőhoz utaznak. A két csapat között jelenleg 3 pont a különbség a Pest vármegyeiek javára. Másodszor rendeztek kombatsport Európa-bajnokságot a Kanizsa arénában. A hétvégi eseményen több mint 10 országból mintegy 350 versenyző érkezett. A legtöbb aranyat Ukrajna szerezte, valamint Magyarország és Románia állhatott még fel a dobogóra. A korábbi jó együttműködésnek köszönhetően adhatott ismét otthont a Kanizsa Aréna a színvonalas rendezvénynek. A 2023-as bajnokságtól eltérően idén 3 naposra bővült a verseny, ahol számos szabályrendszerben indulhattak a sportolók. Horváth Ferenc, az ICO magyarországi elnöke elmondta, a versenyek alkalmával is próbálják népszerűsíteni a női sportolókat, hiszen ebben az ágban nekik valamivel nehezebb dolguk van érvényesülni, mint a férfiaknak. A férfiaknak nagyon sok meccsei vannak, de azt látom, hogy sem Magyarországon, sem a világon nem igazán szeretik a hölgyeket, miközben ugyanakkora értékűek, mint a férfiak. Sőt, merem állt, hogy mivel technikailag csiszoltabbak, tehát a férfiak azok erősebbek, a nők csiszoltabbak, soha nem mondanak ilyet, de néha azt kell, hogy lássam, megfontoltabbak, okosabbak. Életkor szempontjából nagyon széles volt a paletta, hiszen míg a legfiatalabb versenyző 5, addig a legidősebb 60 év körüli volt. Nagy Gergely korábban dzsúdózott, 3 éve váltott a kickboxra, a versenyen is ebben indult. 2 meccsen volt, mind a 2-t megnyertem, de én azt hiszem, hogy jobbat is ki tudok magamból hozni. Pintér József korábban is foglalkozott már küzdősportokkal, kickbox szabályrendszerben pedig 6 éve versenyzik. Főleg kikapcsolódásként tekint az edzésekre, de a versenyzést is komolyan veszi. Az Európa-bajnokságra egészen januártól fogva készült. K1 szabályrendszer, illetve kickbox szabályrendszerben fogok küzdeni. Ma eddig volt egy meccsem, az egy light contact meccs volt, azt megnyertem. Veterán korcsoport vagyok, de ez a meccs, mivel nem volt másiknak ellenfele, ezért most a fiatalok között felnőtt kategóriába küzdöttem. A 3 nap legkiemelkedőbb eseménye a szombatesti X-Fight Code 2 elnevezésű gála volt, ahol az ukrán Julia Lazurko vívott profi A kategóriás K1 világbajnoki címmérkőzést. Erről egy későbbi műsorunkban bővebb beszámolót is láthatnak. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban.
Városnapja. Bejelentették a programokat. Jön a Honey Beast, a Hooligans és a Margaret Island. Tűz a szemétlerakón. A probléma nem új. 6 település tűzoltói fékezték meg a lángokat. Újra dobogón. Nyert és fellépett a 3. helyre az FC Nagykanizsa. Ez volt a Kanizsa TV híradója április 15-én hétfőn. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön Vince Adél műsora a Mi Portánk. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsamediaház.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!